Köszönöm szépen. Akkor mindenkit üdvözlök, és köszönöm még egyszer, hogy eljöttetek. Bocsánat, hogy így tegedésre váltok, de ez a kocsma, az egész előadás sorozat alapvetően a közvetlenségről és a tudós, illetve a szakember, illetve a hallgatóság közötti közvetlenségről szól. Én most úgy jöttem ma el ide közétek, hogy szeretném megmutatni azt a műemlékvédelmet, ami jelenleg van Magyarországon, illetve jelenleg Kőszeget, mint műemléki várost érinti. Alapvetően két dolgot emelnék ki, ami alapvetően az előadásomnak a címe is, a kreatív hasznosítás és a fenntartható műemlék. Ez részben rímel a Miszivesz professzor által kitalált ugye, kreatív város fenntartható vidék elnevezésre. Ez szándékos is részben. Részben azért, mert hasonló gondolatok fogalmazódnak meg a műemlékekkel kapcsolatosan is. Jelenleg a 21. században, most Magyarországon mindenki egy kreatív hasznosítást szeretne minden épülettel, teljesen mindegy, hogy alapvetően műemlékről van szó, vagy bármilyen épülettel kapcsolatosan, illetve fenntarthatóságot akar mindenképpen elérni. Ez alapvetően jelenthet környezetit, emberi és egyéb más fenntarthatóságot az épületekkel kapcsolatosan. Én most nem mennék egyéb dolgokra rá, itt alapvetően csak az épített értékekkel kapcsolatos kérdéseket venném sorra. Az alcímem pedig az, hogy a műemlékvédelem mindennapi kérdés és nem mindennapi válaszai. Alapvetően a műemlékvédelemnek mindennapi kérdéseit szinte mindenki felteszi magába, aki valaha, valamikor műemléke rendelkezett, akár tulajdonosként, akár használóként, akár bármilyen módon. A nem mindennapi válaszaiban alapvetően azt értem, hogy nagyon sokan vannak, akik még sajnos valami nagyon régi berögződés alapján nagyon-nagyon sok mindent másképp tudnak, vélnek, mint ahogy a jelenleg most Magyarországon a műemlékvédelem, illetve a műemléki ingatlanok hasznosítása jelenleg folyik. És akkor erre reagálásként hoztam két képet, ami egy keszthelyi építész kollégának a két műve Kőszeget megfogalmazóan. Talán mindkettő épületet ismerik, az egyik a Hidegház, a másik pedig szintén a Hideg család egy belvárosi lakása. Alapvetően azért hoztam ezt a két képet, mert egyértelműen megjeleníti azt a dolgot, amit jelenleg a műemlékvédelme kapcsolatosan az egyik legfontosabb dolgnak érzek én, és talán hát minden műemlékvédő. Az pedig az anyagszerűség. Az anyag, a természetes anyagszerűség. Alapvetően két dolgot kell mindenképpen szem előtt tartani egy műemlék megőrzéssel kapcsolatosan, az, hogy minden anyag természetes. Természetes a kő, természetes a fa, természetesek a beépített elemek. Teljesen mindegy, hogy az a múltat, vagy éppen a jelen formavilágát jeleníti meg. Alapvetően ezt a tisztaságot és ezt a természethez való közeliséget kell mindenképpen megőriznünk az épített örökség védelme kapcsán is. Ha ezt már önmagunkban pontosnak érezzük, illetve ezt elfogadjuk, hogy mi a természetes anyagokhoz és a természetes dolgokhoz ragaszkodunk, már igazából nem nyúlhatunk rosszul hozzá egy műemlékhez. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha már valaki ezt magában letisztázza, a műemlék megőrzésének is egyértelműen már fenntartója lesz, tehát hogyha műemlékhez valamilyen köze lehet. Ezt főként azért hozom elő, mert manapság nagyon-nagyon sok műemlék túlélése egyben a jelenkor elvárásainak egyik legnagyobb kérdőjele, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát alapvetően önmagában a műemlékek sokszor nem alkalmasak a 21. századi elvárások teljes mértékű kielégítéséhez, és ez emiatt minden építész kollega, aki műemlékekkel jelenleg foglalkozik, és aki jelenleg műemlék épületek áttervezésével, felújításával, helyreállításával, vagy bármilyen műemléki munkával foglalkozik alapvetően. A legnagyobb kérdése számára az, hogy az adott épület betöltheti azt a funkciót, amit az építető számára feladatként tűzött ki, és a tervezési programnak a részeként megfogalmazott számára, vagy nem. Most azt tudom mondani, az utóbbi több mint 6 éves műemlékfelügyelői pályafutásom alapján, hogy nincs lehetetlen, de tény, hogy vannak korlátok. És akkor ezt én a következő diára lépnék, ami alapvetően azért fontos, mert nagyon-nagyon sok ember van,
akár Kőszegen is, pedig hát tele vagyunk műemlékekkel, műemléképületekkel, műemlékkörnyezettel, helyi védett épületekkel és egyéb értékesnek vélt természeti adottságokkal, de mégis nagyon sokan nem tudják, hogy valójában jelenleg milyen formában szabályozza az, hogy egyáltalán most jelenleg mi az, hogy műemlék. A műemlék az, amit törvény vagy miniszterrendet azzá nyilvánított. Régen mindig így volt, jelenleg azért mondom, hogy most nem minden esetben van így. A következő, a nyilvánított műemléki érték. Ezt nagyon sokan nem tudhatják, nagyon sokan nem is tudják, hogy mi ez az fogalom, ugyanis ez egy pár éve jött be a műemlékvédelemnek, az örökségvédelemnek a szóhasználatába, akkor, amikor alapvetően egy nagy jogszabályi változás történt a műemlékvédelemmel kapcsolatosan, és alapvetően a hármas kategóriás műemléképületeket soroltak ebbe a nyilvántatott műemléki értékbe, ami alapvetően egyetlen egy dolgot jelentett, hogy egy kicsit könnyebbé tették az ilyen jellegű műemléktulajdonosoknak az életét, egy kicsit egyszerűbbé vált az engedélyezési eljárás, nincs műemléki környezete, és egy csomó minden nincsen sajnos. Viszont továbbra is ugyanúgy műemlék, mint az, amely törvény és miniszterrendelet azzá nyilvánított, azzal a kitétellel, hogy vannak egyszerűsítő tényezői. Szerencsés Kőszeg, mert van műemlék jelentőségi területe. Én azt szoktam mindig mondani, hogy kolléganőm, aki az őrségben szintén Szalafő környékén műemlék jelentőségi területtel rendelkezik, szoktam mindig mondani, hogy de jó, hogy van. Először, amikor én is elkezdtem műemlékekkel foglalkozni, alapvetően azt mondtam, hogy de jó, hogy van. Sajnos nagyon ki van üdvisítve. Alapvetően a műemlék jelentősítő terület azt jelenteni, hogy legalább olyan erővel védjük a környezetét, a műemlékeknek, a városmagokat, vagy azt a területi egységet, amit ez alatt értünk, mint magát a műemléket. Hát ez sajnos nem így van. Ez sajnos módon nem így van. Nagyon korlátozottak a hatóságnak a rendelkezési lehetőségei, illetve sajnos módon nem védett épületek esetén csak nagyon minimálisra szorítkozik az a jogszabályi háttér, ami alapvetően egy örökségvédelmi hatóságnak lehetőséget biztosít a műemlék jelentősi terület teljes egészében változatlan és műemlékhez méltó megőrzése mellett. A műemlék környezet az pedig ennél még talán még rosszabb, mert a műemlék környezetek esetében például egy építési engedési eljárás vagy egy komolyabb átépítés esetén sem kell megkeresni az örökségvédelmi hatóságot, hanem valójában egy párhuzamos rendszert épített fel a jogszabályalkotó, ami arról szól, hogy egy bejelentést kell tenni a külön elméletek hivatalosan az építési engedélyezést vagy az átalakítást megelőzően. Ez sajnos erről nagyon sok ember megfeledkezik, utólagosan a hatóságunk utólag szerez tudomást átépítésekről, és ez sok esetben tönkreteszi az adott műemléknek a környezetét. Ez megint egy könnyítés volt a jogszabályalkotó részéről, de alapvetően sajnálatos módon így kikerültek a képből azok az épületek, ami nem közvetlenül a műemlék épület nagyon-nagyon közeli szomszédságában vannak. Ugye azokra mi is figyelünk, azt látjuk, azokat folyamatosan figyeljük. És a következő, amire rátérnék, az, hogy kik vannak egyáltalán érintve ezzel kapcsolatosan. Ugye alapvetően ugye a tulajdonosok vagyunk, kezelők, használók, bérlők, haszonélvezők. Na most azért tettem ezt a felsorolást, mert nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy hát itt nem csak tulajdonosok vannak. Aztán ugye az örökségi hatóság, a minisztérium, szakmai szervezetek, itt mindig van változás, sajnálatos módon a Forsztek központ és megszűnt, ilyen szempontból nincs központi szakmai szervezet, hanem alapvetően a minisztériumok látják el, illetve részben a minisztériumok háttérintézményei. Utána az örökségi szakértők. Most ugye mindenki azt tudja, hogy amikor műemlék épületen van, vagy tulajdonok, azt alapvetően régen úgy működött, hogy az örökségvédelmi hatóság vagy a műemléki hatóság adta azokat a szakértőket, akik mindig bizonyos időközönként az adott épülettel kapcsolatosan felújítás egyebeket érintve jöttek, megszakértették az épületet, elmondták, hogy mi a védett érték, és alapvetően ezek után történhetett meg alapvetően egy tervezés, és később egy engedélyezés, és majd pedig egy építés. Jelenleg nem így van. A jogszabály úgy szól, hogy az építetőnek az engedési eljárást megelőzően saját költségére, saját maga a minisztérium által nyilvántartott szakértői névjegyzékből választva
kell megbíznia egy szakértőt azzal, hogy az adott épületéről építéstörténeti tudományos dokumentációt benne értékleltárt készítessen. Alapvetően nagyon sok tulajdonos ezt nem érti, és nem is értetlenkedik, hogy ezt miért neki kell fizetni. Sajnos a jogszabályalkotó ezzel ezt az építetőre hárítja, ezt a költséget. Alapvetően ez azért szükséges, mert az örökségvédelmi hatóságok, az engedélyi hatóságok nem lehetnek tisztában azzal, hogy minden épület esetén mi a védett érték. Egy műemlék épület esetén az a védett érték, amit ebben az építéstörténeti tudományos dokumentációban és értékleltárban a szakértő annak mond ki. Tehát el kell mondanunk, hogy érték nem az alapján lesz valami, hogy arra rámondjuk, hogy műemlék, az alapján érték, hogy azt az örökségvédelmi szakértő, megfelelő szakértő értelemszerűen ugye ezt kimondja. A következő, az, hogy egy épület esetében szükséges-e további kutatást, ezt is a szakértő mondja ki, és a hatóság a szakértő véleménye alapján írhatja elő. Például falkutatás, épületvégészetet. A restaurálás szintén egy szakértői véleményhez kötött. Nagyon sok tulajdonos értetlenkedve mondja, hogy de hát az én épületemben, az én belső teremben nincs is festés. Hát sose volt olyan, hogy ezt valójában egyszer is, bármikor is tisztító festéssel kifestették volna. Sajnos nagyon sok esetben van meglepő helyzet, és a tulajdonos egy szondázó kutatású festő, restaurálati szondázó kutatást követően a tulajdonos is meglepődve látja, hogy igen, ezt annak idején nem csak simán fehér falak voltak abban az épületben belül, hanem igenis voltak díszített terei, igenis voltak stukkók, csak hát az évek és a hosszú helyreállhatatlanság, illetve hát a karbantartás hiánya odáig vezetett, hogy egyszer csak eltűntek ezek az értékek. Aztán ugye a probléma a következő, a műemlék épületben szóló szakértő. Ezt nagyon sok ember és nagyon sok tulajdonos nem tudja, hogy a műemlék épületek alapvetően olyan kornak és olyan műszaki megoldásoknak a garmadáját tartalmazza, ami értelemszerűen az adott korban az adott műszaki technikai megoldásoknak a csúcsa volt, de a 21. században értelemszerűen ezek már nem biztos, hogy a csúcsot jelentik. Sok tönkremenetel tapasztalható ezekben a szerkezeti megoldásokban, illetve anyaghasználatokban. Emiatt nagyon nagy mértékben vannak tönkremenetelek műemléképületeken belül, vagy hát műemléképületek részére. A legfontosabb, ami tönkre szokott menni, hogy a tetőszerkezet, így faanyagvédelmi szakértői vélemény szükséges, illetve hát a szigeteletlensége alapvetően az épületeknek. Ebben van egy kis félreértés sok esetben a tulajdonosok, illetve a műemléki szakma között. Alapvetően minden épület szigetelt, csak az adott kor elvárására megfelelően szigetelték le. Értelemszerűen Kőszegen, ahol sok műemléképület van, agyakba rakott kő, a kőalapok azok, amik alapvetően szigetelnek. Akkor abban az időszakban mást nem ismertek. Alapvetően az agyag volt az egyetlen visszigetelő anyag. Illetve részben homokba, illetve hát ennek a vegyes használata. A következő történeti kertek. Ez Kőszeg esetében kevésbé jön elő igazából. Ez kastélyok esetében jellemző, illetve nagyobb intézményi épületek esetében, nagyobb egységek esetében, ez nagyobb városokban fordul elő. Ott értelemszerűen a történeti kertekkel szakértőnek foglalkoznia kell. Kertrégészet, egyebek, hát ugye értelemszerű, hogy rengeteg kastély valamikor fénykorában gyönyörű parkkal rendelkezett, egy helyreállítás során, vagy egy átépítés során, vagy akár csak egy új épület elhelyezése során nagyon fontos, hogy az adott kert, vagy adott kert, vagy parknak a szövetébe miként illeszhető bele például egy új épület. Mert lehet, hogy az a valamikori kertnek a rendszer alapvetően lehetővé tenni, és alapvetően egy azt még akár pozitív módon befolyásolható új építmény elhelyezés is elképzelhető. De ehhez szükséges, hogy ezt valaki feltárja tudományosan ezt a kérdést. Aztán nem mehetünk el amellett, hogy alapvetően építésztervezők kellenek a folyamatokhoz. Most ugye itt kiemelném, hogy E és E1-es tervezők kellenek, mert más nem fogadhatunk el. Jogszabály leírja, hogy ezekkel a jogosultsággal rendelkező építész tervezők tervezhetnek műemlékeket. Aztán jönnek a szakági tervezők, ott már nincsen igazából ekkora választási lehetőség, értelemszerűen nem korlátozással rendelkező tervező jogosultságokkal. Aztán ugye van egy specialitás, ez pedig a
az örök, hát a örökségvédelmi, vagy hát műemlékvédelmi szakértő, ez a Széchenyi-ötös. Ezzel a műemlékvédelmi igazából sok mindent nem tud kezdeni, ez alapvetően kivitelezés közben, illetve pályázatok, főként pályázatok előkészítése során fontos tényező, ez a szakértői dolog. Itt alapvetően épület technológia, illetve épület összességében a műemlék épületeknek a problématikája miatt találták ki ezt a szakértői jogosultságot, de mi az engedési eljárás során igazából csak másodlagosan vehetjük figyelembe, főként kivitelezések során. Ugye kivitelezés során sajnos nagyon sok dolog előjön, és akkor szükséges az, hogy az adott új technológia, illetve a régi műemléki hagyományos technológiák ilyen szempontból szakértő által történjenek összevetés, hogy egyáltalán mit lehet használni a régi technológia felújításaként. Aztán önnek a műszaki elnök alapvetően a kivitelezőket, a felső műszaki vezető, ez felhívom a figyelmet, a felső műszaki vezető speciális, csak kizárólag ugye műemlékes felső műszaki vezető vezetheti a műemléképületek kivitelezését. Sajnos ebben is rengeteg félreértés van, nagyon sokan nem veszik igényben, és utána, hát ez sajnálatos módon ez ugye ellenőrzés során ez ugye szankcióval jár. Illetve a restaurátorok. El kell mondanom, hogy alapvetően a műemlékekkel kapcsolatosan a restaurátorok az egyik legfontosabb szakma. A műemlékvédelem alapvetően restaurátorok nélkül szinte elképzelhetetlen. Nagyon sok ember van, aki azt szeretné, hogy a műemlék épületét úgy újíthassa fel, és úgy tarthassa karba, hogy restaurátort ne kelljen soha bevonnia. Ilyen nincs. Restaurátor mindig kell egy műemlék épületnél. A restaurátor az egy olyan eleme a műemlék épületek karbantartásának, felújításának és akár ilyen szempontból átépítésének, mint egy velejárója. Tudnunk kell, hogy a restaurátorok alapvetően nem kell, hogy mindennel foglalkozzanak, azzal kell, hogy foglalkozzanak, amit az építető érinteni kíván az adott épülettel kapcsolatosan, akár hozzányúlni szeretne, felújítani, karbantartani, de ahhoz kell a restaurátor bevonása. Most sok esetben el kell, hogy mondjam, hogy a restaurátorok alapvetően hamar meg tudják mondani, hogy mit lehet csinálni, mondjuk bizonyos épület szerkezeti szerkezetekkel, vagy diszítésekkel, vagy egyebekkel, és sok esetben a tulajdonos is megfosztják, hát idézőben attól az aggodalomtól, hogy ő rettegjen itt hosszú hónapokon keresztül, hogy majd egyszer lebukik, amikor az építés során mondjuk előjön egy ilyen, és a műemlék felügyelő mondjuk a munkát ellenőrzi, és akkor látja, hogy hát igen, itt ez sajnos ezt nem lehetett volna ezt restaurált nélkül. Én azt mondom, hogy egy egyszerű konzultáció nagyon sok problémát megold a restaurátorokkal, úgyhogy én ezt javaslom mindenkinek. A jogszabályok, amiket rendelkeznek alapvetően, ez a 2001 évi kultúrás örökség védelméről szóló törvény, ez alapvetően 2001 óta változatlan nevében, beltartalmában folyamatosan változik. Aztán, ami meg még jobban változik, az a kultúrás örökség védelmének szabályai szóló kormányrendelet. Ez, hát ahogy látják, 2018-as, tehát ez hát legalább volt, vagy 4 vagy 5 az utóbbi 10 évben. Aztán, ami ugye még fontos, ez a régészeti öröksége és műemlék értéke kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet. Ez alapvetően arról szól, hogy milyen szakértőket lehet bevonni, és azok mi a munkájuk egyáltalán, mit kell végezniük. És hát ami viszont én szempontomból, illetve műemlékfelügyeleti szempontból az egyik legszomorúbb, amikor örökségi bírsággal kell valakit sújtanunk. Mindig azt szoktuk mondani, hogy nem ez az elsődleges, hogy bírságoljuk a műemléki tulajdonos, vagy a műemléki építetőt. Ez csak a legutolsó. Alapvetően mindenki részéről a jó szándék, alapvetően ezt elkerülendő. Akkor tovább mennék. Fölvázolva itt a jogszabályi környezetet, érveket, alapvetően felvázolnám azt, hogy mit is lehet itt csinálni, mint műemlékeken, illetve a műemléki környezetben lévő épületeken. Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy a önmagában a műemlék tulajdonos a jókarbantartási munkákat sokszor nem végzi el. Ezt nagyon sokan nem tudják Magyarországon, mindenkinek kötelező elvégezni az épület a jókarbantartást, független attól, hogy műemléke vagy nem. Ez minden Magyarországon lévő, magyar földön lévő épület esetében kötelező. Ezt a jókarbantartási munkát alapvetően a műemlék esetében
is megkönnyíti a jogszabály. Alapvetően azt mondja, hogy jogkoromatási munka amennyiben nem irányul a védett műemlék megváltoztatására, csak eredeti színekkel, anyagokkal, technológiákat alkalmaz, akkor utólagos bejelentéssel is eszközülhető. Arra felhívom a figyelmet, hogy ez egy felelősség a tulajdonos részéről, ha az bárki utólagosan bejelent egy olyan beavatkozást, ami ugye a műemlék érték rongálását jelenti, akkor az bírságot fog maga után vonni, és a hatóság nem tudja kikerülni. Úgyhogy én ezt azt szoktam mondani, hogy ez a jogszabály lehetővé teszi, csak ez egy nagy bátorság, ha valaki úgy csinálja, hogy utólag bejelenti, de előzetesen nem konzultál, nem von be restaurátort, nem von be szakértőket, és nem tisztázza igazából tulajdonosként, hogy valójában mi is az érték az épületén. Aztán ennek ugye az egyszerű formája, hogy ugye előtte és utáni fotodokumentáció, sérült félek és egyek javítása, bemutatása, és a javítás végül szakember írásos műszaki technológia leírása. Ez kell az utólagos bejelentéshez. Alapvetően itt ugye a szakember a kérdés, mert ugye itt úgy fogalmazom, hogy javítás végző szakember. Igen, csak hogyha amennyiben restaurátor bevonása kötelező, akkor a szakember a restaurátor. Amennyiben mondjuk az egy könyves szakember is rendben, ugye egy könyves. Tehát azért ezt tegyük tisztába, az a szakember az nem azt jelenti, hogy valaki így úgy amúgy megcsinálgat nekem valamit, és utána azt leírja, hogy bocsánat, de én most megcsináltam, leírom önnek, és akkor adja be. Tehát ez nem így működik, azt tisztázni kell, hogy mit tesz, egyáltalán milyen értéket képviselt, egyáltalán bármi, milyen anyag használatú volt, tehát annak a szakembernek ismernie kell azt az anyagot, azt a felületet, azt a technológiát, mindent ismernie kell ahhoz, hogy ő hozzányúlhasson ahhoz a dologhoz. És akkor hát értelemszerű, hogy a jogkarbantatás nem terjedhet ki, ha ugye restaurátor végzendő munkálatokra, mivel az egy örökségi bejelentés köteles, tehát értelemszerű, hogy restaurátor bevonásával történő munkavégzés nem lehet jogkarbantatás keretében elvégezni. És akkor egy egyszerű leírás arra, hogy az örökségi bejelentést köteles munkák. Alapvetően az örökségi bejelentés köteles munkák az nyilvántartott műemléki érték átalakítása, beleértve rendetési módváltozás, a restaurálásra, a roncsolásos kutatásra, a műemléktelkén új épületépítmény építése, meglévő nem védett épületépítmény átalakítása, meglévő nem védett épületépítmény bontása. Ezt tisztázzuk. Alapvetően az a nem védett épület, amiről a szakértő azt lenyilatkozza. Tehát addig, amíg valakinek az ingatlanára az van bejegyve, hogy műemlék, addig minden épület az adott ingatlanon műemlék. Azután mondhatja azt, hogy az ingatlanomon van-e nem műemléki érték, ha az örökségvédelmi szakértő, akit ugye ott leírtunk, hogy építési dokumentációs értékleltárt készít, ő leírja, hogy ez az épület, igen, ez csak az 50-es, 60-as évben készült, és nem műemléki épület, és ez valójában, ha az építetőnek van szándéka, akár bontásra, akár átépítésre valamire, ez nem jelenti azt, hogy ez az épület nem lehetne mondjuk komolyabb mértékben ahhoz hozzányúlni. De ameddig ez nincs meg, addig minden eleme az adott teleknek műemlék. Ez Kőszegen is sajátos módon vannak ilyen esetek. Jelenleg a Schneller utca végén a várkörön van egy ilyen épület, ami a műemlék várfa miatt műemléktelke. A rajta álló épület viszont nem műemlék, viszont az örökségi szakértői vélemény alapján 1780 körül épült. Tehát ez azt jelenti, hogy jelenlegi állapotában, bár az épület egyértelműen nem levezethető a védettségből, az adott épület műemléki értéket képez. Mert az örökségi szakértő a kutatási dokumentációban egyértelműen bizonyította levéltárajtok alapján, hogy az épület már 1780 óta áll. Innentől fogva meg van lőve a tulajdonos, tehát értelemszerű, hogy a tulajdonosnak innentől fogva nem úgy kell törődni az épülettel, mint egy nem védett értékkel. Bocsánat, ez a volt ruhafestő épület, hiszen de a kollégiummal van. Igen. Igen. Sajnálatos módon viszont ez most derült ki, amikor egy felújítás átalakítással érintett elképzelés volt az épülettel kapcsolatosan. Mi a korábbi tulajdonosok ezt nem tartották be, és olyan állapotba jutott az épület, hogy sajnálatos módon most nagyon komoly gombakárosodás és egyéb problémák vannak. Ami azt jelenti, hogy részben a technológiai megoldása sajnálatos módon az épület részbeni bontásával fog majd talán megoldódni idővel. Hát ezt nem szabad, hogy elérjük egy épületnél, amikor alapvetően a falszöveteken is átmegy a gombafonal,
az azt jelenti, hogy az adott falszövetet is teljes mértékben el kell pusztítanunk. Ez a legrosszabb, ami egy műemlékkel történhet. Ez csak akkor történhet meg, hogyha nagyon-nagyon hosszú időn keresztül ideális körülményeket teremtettek alapvetően ennek a károsodásnak. A következő az, hogy a műemléktelkelő fásszárú növények, ezt is nagyon sokan nem tudják, műemléktelkeken mi vagyunk az eljárautóság, nem a jegyző, hanem mi járunk el bármilyen növényel, fásszárú növényel kapcsolatosan új növényzet telepítésével, meglévő kertészeti építmény átalakítás építése, bontása. Tehát alapvetően műemléki telkén alapvetően mi vagyunk mindezzel kapcsolatosan is a hatóság. Műemlékjelentési területen új épület építése, nem építés engedély köteles, meglévő épület átalakítása, meglévő épület bontása. Itt van egy speciális eset, a műemlékjelentési területen új épület építés esetén, ugye értelemszerűen szakhatóság vagyunk, hanem ugye ott nem mi vagyunk az engedélyező hatóság, hanem ugye az általános építési hatóság, ilyen esetben kőszegvárosi edzője. Értelemszerű egyéb esetekben, amikor nem építési engedélyköteles munkálatról van szó, akkor pedig bejelentéskötelesek ezek a munkák. Műemlék környezetben ott sajnos nem vagyunk szakhatóságok, egy építési engedélyi eljárásra kapcsolatosan, ott párhuzamos jogszabályalkotás történt, innentől fogva nálunk is kötelező megtenni a bejelentést, és építési engedélyt is szükséges beszerezni. És a kettő sajnos nem függ egymástól, igazából mind a kettőt be kell tartani. Sajnálatos módon a műemlék környezet szabályozása miatt az anyaghasználat és egyebekkel kapcsolatosan az építési engedély nem adhat felmentést. Hiába kap egy építési engedélyt valaki műemlék környezetben, ha az örökségi jogszabály szerint az nem felel meg a műemléki környezetben alkalmazott anyaghasználatnak, akkor az hivatalosan egy olyan szerzett jog, amivel nem élhet, vagy ha él, akkor örökségi bírsággal sújtható. Ezt sajnálatos módon nagyon sokan nem tudják, ez egy probléma. És hát ugye értelemszerű, hogy ezek a mellékleteket az ETDR felületen keresztül ugye engedélyezés során kell feltölteni, és hát ezeken kívüli munkák, értelemszerűen minden műemléke kapcsolatos, ami műemléképülettel kapcsolatos munkát, az pedig örökségi engedélykötelesek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően mindig kérdezze meg mindenki, hogy mi engedélyköteles, mi nem, mert alapvetően ezek nem egyértelműek a sokszor még a tervező kollégák számára se. Következő, hogy mi kell, hogy fenntartsa vagy karbantartsa a műemléket. És akkor itt van legnagyobb félreértés. Nagyon-nagyon sokan úgy érzékelik, hogy a tulajdonosok fenntartási kötelezettsége van csak. Ez így nem igaz. Alapvetően a tulajdonosok fenntartási kötelezettsége alap. Minden épület tulajdonosának a fenntartási kötelezettsége, hogy fenntartsa az épületet, illetve rendelkezzen vele. Ez jogi személyek esetén a karbantartási költségek az adóból is leírhatóak, nagyon sokan nem tudnak róla, sajnos csak jogi személyek esetén van ez így, magánszemélyek esetén nem. Közvetlen költségvetési forrás, költségvetési szervek helyi önkormányzati közvetlen fenntartása, egyesület. Ugye tulajdonos esetén ugye attól függ, hogy hogyan változik a tulajdonosi szerkezet. Ugye amit nagyon sokan nem tudnak, az alapvetően az, hogy a használó, tehát alapvetően, hogyha egy műemléképület ingatlan nyilvántartásában be van írva, hogy valaki a használója az adott műemléknek, akkor az nem azt jelenti, hogy én használom a műemléket, és nekem nincsen semmilyen kötelezettségem, igazából minden az enyém. Tehát tudni kell, hogy a használó az egy az egyben a tulajdonos helyett a felelős. Innentől fogva az ingatlan használó teljesen mindegy, hogy alapvetően ingyen, vagy bérment, vagy bármilyen módon kapja vagy használja az épületet, alapvetően azt őneki akkor is karban kell tartania, és nincs mentség ez alól, tehát ha jogi útra terelődik ez a kérdés hatóságunk részéről, akkor az ingatlan használót ugyanúgy teljes egészében sújtjuk a bírsággal, hát hogyha nagyon muszáj. Ez sajnos én azért soroltam föl, mert a legnagyobb probléma az önkormányzatokkal, alapítványokkal és közhasznú szervezetekkel van. Nagyon sok alapítvány, nagyon sok önkormányzat és nagyon sok közhasznú szervezet ingyen kapja a magyar államtól a műemléket. És használója lesz, be is jegyezik, és az önkormányzat, alapítvány, közhasznú szervezet úgy viselkedik, mintha ő neki erre egyáltalán nem lenne semmilyen kötelezettsége. Ő csak majd szépen karbantartgatja, amennyire neki kell, de igazából a nagy problémákkal neki nem kell foglalkoznia. Nem így van, a használónak igenis teljes egészében felelőssége van, ami annyit jelent, hogy az állam egy az egybe használati joggal együtt ezt átruházta, 99%-ában minden használati megállapodásban ez szerepel. A jogász kolléganő erre mindig azt szokta mondani, hogy
Hát igen. Nagyon sok önkormányzat ezt nem tudja, átvállal ingatlanokat ingyenesen, akár teljesen ingyen a magyar államtól. Ez igazából ez egy bevett szokás volt régen is, de alapvetően 20-25-30 év alatt tönkre mennek ezek a műemlék épületek, ha nincs egy komoly felújítása. Utána a haszonélvező. Ugye ez a legnagyobb problémánk megint, a haszonélvező kérdése. Nagyon sok esetben, ez sajnos Kőszegen is igaz, az ingatlan és a lakások haszonélvezeti jogával kapcsolatosan nagyon sok esetben a haszonélvező lakik az ingatlanokban, nagyon sok esetben a gyermekek, egyéb tulajdonosok a haszonélvezőre hárítják ezt a kérdést, hogy ők nem laknak ott egyebek, és igazuk van, a haszonélvezőnek kell karbantartani az épületet, és abban az esetben, ha itt komoly költségek vannak, és főleg társaság esetén ugye közös problémák vannak, a haszonélvezőt tereli. Nagyon sok esetben sajnos ez a nagyon idős tulajdonost jelenti, ami részünkről is egy nagyon rossz probléma, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy van egy épület, amin van egy fenntartási vagy felújítási költség, és hát az a haszonélvezőre igazából teljes mértékben nem hárítható. Sajnos a jog haszonélvezőt helyezi előtérbe a tulajdonos második sorba. És milyen pénzből újítsuk fel a műemléket? Hát ugye itt van a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatosan, hogy igazából ezzel sincsenek sokan tisztában. Alapvetően saját források, hiszen esetleg ugye megint elírom, hogy adóból leírható, ugye a költségvetési szervek, társaság esetén felújítási alapok, önkormányzatok esetén éves költségvetésben megadott célfeladatellátási forrás. Sajnos nagyon sok önkormányzat egyáltalán nincs tisztában vele, hogy az általa tulajdonott műemlékekkel kapcsolatosan, illetve általánosságban az egész közigazgatási területén belül lévő műemlékekkel kapcsolatosan, ő neki felelőssége van. A kutatási örökségvédelmi törvény egyértelműen meghatározza, hogy az adott településen belül az adott helyi önkormányzatnak van felelőssége azzal kapcsolatosan, hogy a védett épített értéket megőrizze. Nem csak a helyi védett épített értéket, hanem a műemléki épített értéket is. Amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy ezt jeleznie kell a miniszternek, akihez ez a dolog tartozik, értem szóval a helyi önkormányzatok esetében eljáró miniszternek, hogy ő ennek nem tud eleget tenni, és erre célrealizáltként pénzt kér. De akkor is az ő feladata és az ő felelőssége. Ez sajnos Magyarországon nagyon sok önkormányzat esetében ezt nem teszik meg, illetve sajnos nem is írnak, hogy kérnek pénzt. Lehet, hogy nem kapnak, de én azt tudom mondani, hogy ez egy felelősség az önkormányzatok részéről. Tehát magyarul egy önkormányzat az a teljes közigazgatási területért felelős, és azon lévő összes épített értékért. Közvetlenebb banki források, ugye hitelek, és ugye itt jönnek a pályázati források, ami az utóbbi időben ezek a pályázati források voltak, ugye Topkeret, Kehop, VFOP és ugye hát a különböző programok. Most ugye ezek nagyon jó dolgok, és igazából a mai műemlékvédelemnek az egyetlen olyan, hogy is mondjam, kapaszkodója pénzügyi szempontból, amire szeretnénk a tulajdonosok igénybe vennék, vagy részben legalábbis e felé tartó lépéseket tennének, hogy ezekbe bekerülhessenek, vagy részeivé válhassanak, vagy akármi. Alapvetően a top keret, tehát ez a program, ez működik. Összeg esetében ugye a városháza épülete újul meg ebből a keretből, illetve részben ugye a Kraft projekt is egy bizonyos részében ebből valósul meg, illetve hát ennek egy részéből. A KEHOP ugye ez alapvetően intézményekre találta ki, alapvetően ez ugye energiahatékonysági kérdés. Ez Kőszeg esetében az evangélikusok esetében történt meg, illetve ők használtak fel ilyen jellegű támogatást, illetve finanszírozást. Itt alapvetően ugye az a probléma, hogy a műemlékek esetén ugye nagyon-nagyon korlátozottak az energiahatékonysági fejlesztések, és az energiahatékonysági fejlesztés megvalósításának innentől fogva ugye értelemszerűen nem teljes spektrumát vehetik igénybe. Aztán a vidékfejlesztési pályázatok, ez ugye Kőszeg esetében annyira talán nem vidéki falvak esetében jobban képbe kerül, amikor például egy helyi önkormányzat vagy helyi civil kezdeményezés alapvetően egy vidékfejlesztési célú pályázat keretében mondjuk egy műemléképületet valamilyen hasznosítási programban bevon. Aztán jön a Nemzeti Várprogram, ez egy nagyon nagy hát reménye Kőszegnek. Alapvetően itt van egy Jussicsvár, ami mindenképpen ennek hát nagyon jó lenne a részét képezni, illetve hát további program részeknek a
részeiként, aztán a nemzeti kastélyprogram ez Kőszeg esetében annyira nem, de a környező kastélyok esetében mindenképpen lépett a képbe. Ugye a modern városok program, ez ugye Szombat esetében jön csak a képbe, illetve a falu program, ami meg szintén a környező falvak esetében hozhat megoldást. Aztán akkor beszéljünk igazából a műemlékekről, mint problémaforrásokról, illetve azzal kapcsolatosan arról, hogy igazából mi a probléma a műemlékekkel általában, és mit kell rendbe tenni egy műemléket. Én igazából a legfontosabbnak a vízelvezetést gondolnám. Alapvetően egy műemléképület egy nagyon kényes építészeti egység. Alapvetően nem arra tervezték, és nem olyan technológiával készült, hogy alapvetően a vízelvezetést ne gondolták volna alapnak az építetők, akár több száz évvel ezelőtt is. Ezért a műemléképületek esetében a vízelvezetés az egyik legfontosabb kérdés. Természetesen ez egy sűrű városi szövet esetén nagyon-nagyon nehézkes, és ezért is írtam azt, hogy itt Kőszeg esetében a kutak alapvetően a legnagyobb kérdések, ami a műemlék vízelvezetésekkel kapcsolatos dilemmákat megoldja. Ugye alapvetően Kőszeg egy rétegvizes terület, az egész történelmi belváros rétegvizes, nagyon sok olyan rétegvízforrás található akár műemlék városmagon belül, akár a városmagon kívül, ami bizonyos időközönként nagyon nagy bosszúságot tud hozni a tulajdonosoknak, akár védett, akár nem védett épület esetén. Megjelennek források, egyebek, tehát ezeknek mind alapvetően a kutak az egyetlen szabályozói, és régen is csak ezzel tudták szinten tartani őket. Sajnálatos módon a 60-as, 70-es, 80-as évek nagy részében Kőszegen a kutak nagy részét, jó részét vagy eltemették, vagy részben használhatatlanná tették. Ez főként azért volt, mert nem gondolták, hogy valamire fontos, miután már önmagában nem használták, mint kutat. És hogy az épületeken belül voltak, sok esetben lefették, elfették, jó, ez volt a legjobb megoldás. A rosszabbik megoldás az volt, hogy feltöltötték, és ezzel igazából meg is szüntették a szerepét. Ugye alapvetően a műemléképületek az utólagos vízszigetelés nyújthatna megoldást, ha nem tudjuk kezelni az épület körüli vizet. Ez sajnos automatikusnak tűnik minden olyan ember számára, aki nem foglalkozott soha életében műemléképületekkel. A műemléképületek alapvetően sok esetben nagyon-nagyon érzékenyek az alapokat érő nedvességszabályozási mechanizmusa miatt. Tehát ez azt jelenti, hogy attól, hogy én egy műemléképületet egy bizonyos szinten teljes mértékben megfosztok a felnevesedés lehetőségétől egy szigeteléssel, attól az nem biztos, hogy az adott műemléképület ettől függetlenül ezek után mégis jól viselkedik. Tehát nem biztos, hogy jól fog viselkedni. Ehhez alapvetően ismerni kell az adott épületnek az építési struktúráját, tudni kell, hogy hogyan, milyen fázisokban létesültek, és milyen anyagokat használtak fel az alapozások során. Sajnos erre nagyon sok esetben nem történik kutatás. Sajnos erre sok esetben nem vesznek igénybe szakembert, és az utólagos problémák, statikai problémák előjövetelével egy nagyon költséges megoldás jön elő, amit ugye alul a szekereti stabilitási pontnál látok, az aláinjektálás. Tehát jönnek ezek a fajta nagyon kemény, nagyon brutális megoldások, ami se a műemléknek, se a környezetének, meg semmire nem tesz jót, de akkor már nem lehet mit tenni. A stabilitást azért hozom elő, mert a szigeteléssel kapcsolatosan nagyon sokfajta szigetelési technológiát kipróbáltak műemléképületeken. Sajnos vannak műemléképületek, amik ennek elég komoly kárait szenvedték el, Kőszegen is sajnos. Részben nem hozzáértés, részben nem gyors technológiai munkavégzés miatt. Alapvetően az injektálás, illetve hát a nagyon gyors szigetelési technológiák, tehát amik alapvetően nem a teljes épületszerkezet rezgéses szigetelési, tehát nem alapvetően nem generálnak rezgést az adott műemléképülettel kapcsolatosan. Azok fogadhatóak el, mivel többségében műemléképületek, nagy többségében ugye bolcolt szerkezetekről beszélünk, illetve olyan vegyes falazatokról, amelyek önmagukban nem biztos, hogy egy ilyen rezgés vagy mechanikai mozgást kibírnának. Aztán a szerkezeti stabilitás, ugye, ami a műemléképületeknek nagyon fontos, sok esetben vonóvasakkal oldották meg, Kőszeg is tele van vonóvasas
régi épületekkel, a régi emberek sem tudtak mit csinálni azzal, hogyha az épületek elkezdtek mozogni, alapvetően elkezdtek ilyen-olyan szerkezeti deformitást mutatni, mint egyszerűen vonóvasakkal oldották meg. Sajnos módon ez nem szép. Tehát ez nem szép, és nem nevezhető sok esetben egy épületnek a díszének, bár sokan szeretik. Aztán igazából a falvarás az egy újabb megoldás, ez alapvetően az utóbbi időben nagyon elterjedté vált. Én úgy gondolom, hogy alapvetően falvarással csak akkor lehet élni műemléki épület esetén, ha amennyiben a komoly statikai probléma már nincs. Tehát ez egy utólagos, alapvetően a már megtörtént mozgások ilyen-olyan kijavítására, illetve a szerkezeti deformitásoknak a későbbi esetleges problémáit elkerülendő. És aztán ugye jön a vasbeton, ugye, mint a megoldás. Hát sajnálatos módon az utóbbi években, amióta én is műemlékekkel foglalkozom, nagyon-nagyon sok épület esetén odáig eljutottunk, hogy nem volt más megoldás. Jött a vasbeton. Egyszerűen nem tudjuk kikerülni, vannak olyan szerkezeti deformitások, amiket már nem lehet megállítani mással, sem anyagi ágtálással, sem vonóvasakkal, hanem alapvetően teljesen erős, új, terszorgó szerkezetet kell létrehozni az épületen belül. Ez pedig egy nagyon drága dolog, idáig nem kell eljutni, ha idáig eljut valaki, alapvetően a műemléki épületet részben már tönkre is tette. Sajnos a falaink még megvannak, részben a padlóink lehet, hogy megvannak, de már hiányoznak mennyezeteink, mert vasbetont kellett beépítenünk. Aztán jön a következő probléma az épületen, a tetőfedés. Alapvetően a tetőfedés probléma, én úgy gondolom, mindenki számára egyértelmű, ez egy folyamatos karbantartási kérdés. Az apró cserepes hótfarkú cserépmegoldásoknak az elsődleges fontossága a karbantartás szempontjából folyamatosan figyeljük, és ha kell, akkor cseréljük. Illetve a csatlakozási pontoknál pedig, ahol szükséges, ott pedig a kikenést folyamatosan bizonyos időközönként végezzük el. Igen ám, csak mi van akkor, hogyha egy tetőfedés mondjuk több mint 30%-ában tönkre megy? Az az igazság, hogy Kőszegen is sajnos jellemző, és én is ezzel találkoztam, a 60-as, 70-es, 80-as években nagyon sok, nagyon rossz minőségű cserép került föl a műemlék épületé tetejére. Ezeket mi úgy klasszikus értelemben tatai cserépnek hívjuk, meg csornainak. Alapvetően az a problémájuk, hogy ezek tehát a szerkezeti roncsolódásuk miatt a fagy következtében átnedvesedett formájukban szétfagynak, és ezeket sajnos cserélni kell, ezeket ki kell cserélni. Akkor, amennyiben egy tetőfedés 30%-at meghaladóan ilyen cserépből áll, akkor nagyon komolyan elgondolkodható, hogy ott valójában mit a megoldás. Sajnos ezt is azt kell mondanom, hogy az utóbbi idő műemlékvédelemének egyik változása, hogy most már azt mondjuk, hogy ilyen esetekben a teljes tetőfedés cseréje mellett kell, hogy döntsünk, illetve támogassuk az építetőt, ha amennyiben erre ugye az anyagi forrásokat meg tudja teremteni. Amennyiben ennél kisebb a tönkremeltel, abban esetben viszont kizárólag a meglévő cserepekkel azonos fedés javításához tudunk hozzájárulni. Ez értelemszerűen ez egy kicsit olyan, hogy részben megőrizzük, ahol tudjuk, magyarul ott, ahol megfelelő módon karbantartottak egy épületet, ott tudjuk megőrizni akár a több száz éves cserepeket is. Ott, ahol alapvetően tönkremeltel olyan mértékű és olyan rossz technológiai cserepekkel pótolták, hogy ez a tönkremeltel nagyon nagy mértékű, ott túlságosan nagy problémát jelent a tulajdonos részére, és a hatóságunk ebben sajnos most már együtt kell, hogy működjön, hogy az épület, a műemlék épület megtartása az elsődleges, és az, hogy az fennmaradhasson. A tetőfedés cserére minden esetben együtt kell járni a tetőszeket falnyagvédelmi szakértői vizsgálatával. Ez, amit nagyon sokan nem tudnak alapvetően, a legtöbb tetőszeket esetén kell egy vizsgálat, nem elég az ács. Sajnos vannak nagyon jó képességű kőszegi ácsok is, meg környékbeli ácsok is, akik nagyon jól ismerik alapvetően a műemlék épületeknek az ács szerkezeti megoldásait. Egyetlen problémám van, nem szakértők, és én hatóságként nem tudom őket elfogadni. Sajnos a jogszabály alapján kell működnie a hatósági
munkának, és a jogszabályban le van írva, hogy faanyagvédelmi szakértői vélemény kell, abban az esetben a tönkremenettel látszik egy tetőszekeret esetén. Ez értelemszerűen sajnos mindig a talpszelemenek környékén történik meg, meg a vápáknál. Ez egy velejáró probléma. Ott látszik először, hogy valamit nem tartottak karba hosszú időn keresztül. Aztán ami a következő lényeges az, hogy tetőcsemek kikenése bádoggal le nem zárt fedés esetén kötelező. Most ugye itt megint visszakanyarodnék ahhoz, tehát az azt jelenti, hogy ha alapvetően meglévő régi fedésünk van, és azt tudjuk karbantartani, akkor ezt értelemszerűen újra és újra ki kell kenni, ott bádogat nem lehet alkalmazni. Abban az esetben, ha teljesen új fedés készül, értelemszerűen a bádog szegések elfogadhatóak, kivéve az oromfalaknál, ugyanis azt el kell mondanom, hogy műemléképületek esetén elsődlegesen ragaszkodunk az oromfalak továbbra is a szélső cserepek leragasztásához, és az ilyen szempontból azoknak a kikenéséhez. Ez egy alap, ezen nem tudunk változtatni. Nagyon sokan szeretnék, alapvetően csak akkor lehet ettől eltérni, ha az adott építési technológia, az adott építési korban is már alapvetően oromszegéllyel vagy oromdeszkával készült az épület. Ha nem, például egy barokk épület esetén, akkor nem tudjuk elfogadni azt, hogy valaki most fölrakjon egy oromdeszkát. Nem. Ez az épület értékeivel összeegyezhetetlen. Aztán ami alapvetően összeegyezhetetlen a tetőfedéssel kapcsolatosan, az a betoncserép. Sajnos kőszegen is előszeretettel alkalmazzák a különböző hagyományos kerámia cserepekhez, illetve apró cserepekhez hasonlatos betoncserepeknek az alkalmazását. Minden esetben el kell mondanom, hogy amennyiben ez műemléki környezetben van, abban az esetben ez bírsággal is járhat, ha valaki ezt választja. Mi sajnos ezt nem tudjuk támogatni, a beton alapvetően a tetőn műemléki védett épület esetén nem elfogadható. Hasonlóan a bitumenzsinde sem elfogadható, még akkor sem, ha csak az egy kicsi kiegészítő épület lefedésére szolgál. Aztán a cserepes lemez, ami alapvetően egy domborított lemez, azt sem tudjuk elfogadni alapvetően, illetve az oromdeszkálat alkalmazása abban az esetben, hogyha az építés történetileg ez nem igazolható. Illetve van még ez a kiszellőző cserép kérdés, alapvetően nem azt mondjuk, hogy nem lehet kiszellőzhetni alapvetően padlástereket, illetve nem lehet alapvetően ugye fóliázással ellátni alapvetően a tető, az új, főleg ha új cserép készül, de jobban örülünk, és igazából majdnem minden cserépgyártónak van tetőgerincnél való vonalmenti kiszellőzési megoldása. Ami annyit jelent, hogy nem pontszerű kiszellőzések vannak, tehát nem szarufánként pontszerű, hanem a gerincnél van alapvetően egy kicsit elemelő cserép, alapvetően nagyon messziről meg se lehet mondani, hogy az valami kiszellőző, de ugyanazt a dolgot végzi el. Aztán alapvetően itt a fólia kérdés templomoknál okoz igazából nagyon nagy problémát. A barokk templomok esetében minden esetben a templomok szellőztetése a bozótokon keresztül a padlástérbe történt. Ezért alapvetően a padlástér ilyen módon történő teljes lezárása, ami a fóliával nagyjából megtörténne, alapvetően a belső térnek a szellőzését is tönkreteszi. Ezért ilyen esetekben nagyon elgondolkodható, hogy alapvetően a fólia egy jó megoldás lenne. Tehát lakóházak esetében ugye már nincs ilyen probléma, illetve ha amennyiben zárófödém nem olyan jellegű, hogy az alapvetően bármilyen páradifúziós vagy egyéb problémát nem vet fel, illetve nem történik a tetőtérben egy nagyobb páraképződés bizonyos időszakokban, akkor ott alkalmazható. De főként barokk templomok esetében ez nagyon elkerülendő. Ott ezt nem igazán javasoljuk, mert nem tudják igazából kiszellőzhetni, vagy másodlagos gépészeti szellőzéssel, amit meg úgyse építenek meg, vagy nem működtetnek. Aztán a tetőtér beépítések. A műemléképületek esetén nem vetendő el a tetőtér beépítés. Nagyon sok, nagyon jó tetőtér beépítés történt Kőszegen is már, meg szerte az országban. Alapvetően azt kell elfogadni egy szempontból mindenkinek, hogy a tetőtér alapvetően a műemlékek esetében nagyon-nagyon kevés kort kivéve nem volt része az épületnek. Tehát tudni kell, hogy a tetőtér beépítés az igenis egy új dolog. Ha új dolog, akkor új dologként kell, hogy kezeljük is. Vagy barokkor manzártető, és akkor egy megépített kornak a következménye. De ha nem, akkor új dologként kell, hogy kezeljük. Innentől fogva egyértelművé kell tegyük azt,
hogy a látható, alapvetően az épületnek a megjelenését tekintetében látható tetőfelületeiről lehetőség szerint kerüljük a tetőtér beépítéshez hozzájáruló egyéb szerelvények, ablakok, egyebeknek a megjelenését, és egyéb takart felületeken jelenjenek ezek meg, vagy ha nem, akkor egyértelműen jelezzük az épület tömegében, hogy ez egy modern kiegészítés. Ebben sajnos van egy kis vita a műemlékvédelemen belül, van, aki a síkablakokat tartja jó megoldásnak, korábbi műemlékvédelmi kollégám az Ivicsics Péter, ő inkább a síkablakok tekintetében volt, inkább azt tartotta jobban elfogadhatónak. Vannak viszont, akik azt mondják, hogy egy tetőtér beépítés esetén a térhasználat miatt alapvetően vannak olyan megoldások, amik esetleg nem ilyen jellegűek, hanem egyéb megoldások, de itt mindenképpen el kell mondanom, hogy annak a tetőtéri kiemelkedő formának egyértelműsíteni kell, hogy az nem az épület eredeti funkciójához és eleheti építéstörténeti részének az nem az értéke. Tehát az, hogy mi hamisítunk oda egy hamisított valamit, mint ahogy sajnos közszegen történtek ilyen dolgok, és hát azóta is issza a levét a város, mert olyan tetőtérbeépítés történt, aminek a formavilága bár egy barokk időszakot jelöl, de valójában léptékét tekintve akkorára fölnagyított tetőablakot mintáz, ami igazából már túlnő azon, hogy ez valójában jól néz ki, és igazából ez érték. Tehát ez nem értékteremtés, hanem valójában ez összeférhetetlen. Sajnos módon ez megtörtént közszegen, úgyhogy ilyen is van. Aztán ami a fontos, ugye még hófogók és egyebek a tetőn, alapvetően semmilyen modern dologot nem tudunk elfogadni a tetőn, alapvetően csak a lángyás hófogókat tudjuk elfogadni. Értelemszerűen ez a része a műemlékvédelemnek, hogy hagyományos értelemben vett az utóbbi 200-300 évben bármilyen módon bevett hófogót tudjuk elfogadni. Az új hófogókat, ezeket a rácsos dolgokat, meg egyéb megoldásokat sem is nem tudjuk elfogadni. Aztán a váldogozás, hát igazából ugye itt megint kezdhetnénk előről, mint ahogyan kezdtük a tetőfedésnél. A váldogozás is egy olyan dolog, ami hát megint arra megy ki, hogy hát mekkora mértékben károsodott a váldogozás. Sajnos azt kell mondanom, hogy a műemléképületek esetében sokszor a váldogozás a hiba igazi oka. Tehát még vannak olyan műemléképületek, aminek a tetőfedése nem is lenne igazából problémás, de a báldogozás olyan rossz állapotú és olyan beázásokat generált, ami miatt ment tönkre a tetőszeket, és ami miatt van probléma az épülettel. Úgyhogy igazából azt kell mondjam, hogy a báldogozási problémák nem normális és nem megfelelő előkészítése okozza a legtöbb műemlék alapvetően tönkremenetelét. Sajnálatos módon mindenki számára elfogadott, hogy a horganyzott lemez a legjobb a műemlékeknél. Nem igaz, nagyon gyorsan tönkre megy. Ez a legnagyobb problémánk, hogy a horganyzott lemezek gyorsan tönkremenő, alapvetően nem megfelelő anyagok, viszont nagyon nagy mértékben elterjedtek a műemléki felújításoknál az utóbbi 30-40 évben. Ezért azt kell mondanom, hogy horganyzott lemezből akar valaki csinálni egy báldogozást, nincsen probléma, el tudjuk fogadni, mert 30-40 éven keresztül is ezt csinálták, de tudnia kell, hogy sokkal sűrűbb karbantartást igényel, mint egyéb más báldogos megoldás. Tehát ez a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatosan, hogy nincsenek tudtában az emberek, hogy a tetőm 50-60-100 évet bír, de a báldogom csak 25-30-ot. Tehát hogy a ciklusok nem azonosak, és emiatt muszáj a beavatkozást elvégezni. Aztán ami ugye még probléma ugye a báldogozásnál, alapvetően az, hogy tehát az anyagoknak a meghatározása alapvetően, hogy is mondjam, tehát nem az a probléma, hogy egy bádog mondjuk modernebb anyaghasználatot jelent, az a probléma, hogy alapvetően mit mutat. Alapvetően egy bádognak kell lennie. És ugye ezt nagyon sokszor el kell, hogy mondjam mindenkinek, építetőknek is, hogy Magyarországon van egy nagyon rossz elképzelés arról, hogyha én vörös vagy hát piros bádogot rakok föl, és így nem tűnik fel a cserépen, hogy én a cserepek között ugye akkor bádog van, hogy akkor az milyen jó, ez nem igaz, mert a műemléképületeknek, minden védett épületeknek alapvetően az is értéke, hogy megkülönböztessük az anyaghasználatot. Alapvetően van bádog és van cserép. Tehát ez a kettő nem azonos, és soha nem lehet azonos színű sem, bár ebbe az utóbbi időben sajnos vannak eltérő értelmezések,
vannak sajnos olyan új műemlékfelújítások, ahol a palaszürke alapvetően fedést hasonló palaszürke bádogozással egészítik ki, amivel ugyanezt a metódust játsszák el, igazából részben igazolható, a részben nem. Ezzel sajnos ezt egyedileg kell vizsgálni minden esetben. Aztán a következő, ami alapvetően még problémás lehet, ez alapvetően a színes bádogozási anyagoknak az alkalmazása. A színes bádogozási anyagok alkalmazása azzal jött elő, hogy igazából nagyon sok esetben a műemlék tulajdonosok nem tudják felvállalni anyagi okok miatt, alapvetően részlemes fedéseknek, vagy az egyéb nagyon drága bádogos szerkezeteknek a elvégezteté, tehát hogy abba végezzék el a felújításokat, és teljes felújítás esetén, amikor teljes mértékben, teljes egészében cserélődésre kerül a bádogos szerkezetek a teljes épület egészén, akkor értelemszerűen egyszerűsíteni próbálják. Sajnálatos módon ezt is egy idő után el kell, hogy fogadja az örökségi hatóság. Ez sem most kezdődött már el sajnálatos módon, és ennek is van egy átfutása. Alapvetően most már nem minden rész, ami résznek látszik sajnos, és ezt el kell mondanom mindenkinek, hogy ez nem a műemlékvédelem hibája, ez alapvetően egy nyomás, ami a rendszerrel nehezedik. Mi azt szeretnénk, ha minden rész lenne, ami valami rész volt. Aztán a következő probléma az pedig az, hogy a csapadékvíz elvezetések. Most ugye a legnagyobb probléma ez azzal van, hogy minden ember mindenhova a csapadék vízelvezetés szempontból ereszeket, egyebeket akar tenni. Na most vannak épületelemek és épületrendszerek, ahova ez sajnos nem lehet tenni. És ugye itt ez a legnagyobb probléma, hogy ezt ugye minden műemlék tulajdonos, sok esetben műemlék tulajdonos úgy fogja fel, hogy a hatóság valójában az ő műemlékének, a tönkremenetelének a meggyorsítását segíti elő azzal, hogy a felújítás egy időben ezt megtagadja. Sajnálatos módon sok műemléknél van például ragasztott apró cserepekből például párkányzat, ami igen, nem egy jó megoldás, sajnos nincsen vizorra, nincsen olyan lehetősége, hogy a csapadék ne áramoljon vissza a cserép alatt. Ezért mindig azt szoktuk mondani, hogy vannak ennek komplexebb megoldásai, amit a kettőt ötvözhetőek, csak ezt nagyon finoman kell megoldani, és ehhez jó szakembert kell választani, mert nem mindenki képes rá, és nem mindenki tudja megoldani. Mi azt mondjuk, ha meg akarják oldani, akkor meg tudják oldani, mi ebben partnerek vagyunk, viszont abban nem, hogy teljes mértékben eltűnjön annak a homlozatnak, ilyen szempontból a védett értéke. Ez sajnos nem is igazán kőszegre jellemző sajnos, hanem a templomokra, mert a templomok esetében van nagyon-nagyon sok esetben ilyen jellegű párkányzat, és hát nagyon sok esetben a templomok esetén van az, hogy hát ezt a tönkremenetet mindenáron el akarják kerülni. Jó? Bocsánat, de lassan futunk ki az időből. Ja. Iszonyú ja. Érdekes, és ja. Nagyon részletes, csak jó, hát nem akkor... tudom hozzá most a előadásodban. Igen. Jó, hát akkor... Pedig ez mind ja. Fontos, amire itt hallunk. Ja. Jó, akkor én gyorsan még így a nyilázárokról beszélek. Alapvetően a nyilázárokkal kapcsolatosan az a legfontosabb, és itt mindenképpen el kell mondanom, hogy az utóbbi évek egyik fontos mozzanat, ami a műemléket nyilázáróival kapcsolatosan változás, az az, hogy jelenlegi állapotában amennyiben azt a műemlékvédelmi szakember, szakértő azt a nyilázárót nem tekinti egyértelműen védett értéknek, tehát az azt jelenti, hogy teljes mértékű változatlan módon való megőrzésének, abban az esetben az energetikai javítását, illetve az energetikai javítását a nyilázónak azt el tudjuk fogadni. Értelemszerűen egy bizonyos keretek között megvannak az, hogy paltokos ablakok esetében mit lehet megtenni. Értelemszerűen a külső szárnyakat nem engedjük hőszigetelt üveggel látni, lehetőség szerint maximum 6 mm-es kemény bevonatos üveggel, belső nyillószárnyak esetében 4-14-es melegperemes hőszigetelt üvegellátása. Ez főként az a lényege, hogy ne legyen alubetétes, mert az alumínium alapvetően mutatja azt, hogy az egy teljesen eltérő anyaghasználat, ami mondjuk egy fémszerkezetű nyilázzáró esetében elfogadható, de egy műemléki fanyilázzáró esetében esetleg kerülendő. Ez utóbbi években nyílt erre lehetőség. Gerbtokos esetében ugyanez, csak értelemszerűen mind a kettő szárny befele nyilló, ott pedig értelemszerűen lehet egy kicsit variálni a hőszigetelt nyilázzárókkal. Itt három példát mutatnák kőszegről, alapvetően a Cserne utca 1-ben került kicserélésre ablak, teljes komplexen készült el,
a Kercedéfi utcában, ez három mester, három kőszegi mester, három különböző mester munkája, úgyhogy mind a hármat ismerik a kőszegiek. Maximum nem mondom meg, hogy melyiké. A Kercedéfi utcában ott történt egy ilyen csere, éppen szóval látható, és a harmadik, az acskót meg egyébként kivéve, pedig egy harmadik megoldást, ami szintén egy kollega követett el. Mindegyik megoldás elfogadható, vagy elfogadott részünkről, van, ami fontossági szempontból bizonyos részletmegoldásokat sokkal finomabban kezelt, értem szóval az elsőn finomabb a külső nyilázáró megoldás, más esetében kicsit ez elnagyoltabb, főként a keresztosztó esetében egy kicsit túl vastag, de még elfogadható. Alapvetően a harmadik esetében pedig azt tudom mondani, hogy alapvetően ott egy másfajta zárószerkezet alkalmazás történt, ami részben elfogadható, részben nem. Ez attól függő, hogy az adott műemlékre alapvetően ez a nyilázáró dolog alkalmazva volt-e, tehát volt-e külső kilincs, vagy nem. Tehát kiakasztós rendszerű volt, vagy pedig külső kilincses megoldás volt. Aztán a nyilázárókkal kapcsolatosan további, hát ugye értelemszerűen a kőszegen vannak reneszánsz ablakok, illetve barokk ablakok egy rétegben, ezek esetében sokkal szigorúbban járunk el. Sajnálatos módon ez nagyon sok esetben azt jelenti, hogy az egyrétegű ablakok esetében másodlagos szekrények beépítése célszerű, tehát értelemben belső spaletták, egyebek, amik még javíthatnak a ilyen szempontból a szigetelési képességen, illetve hát részben a gumitömítéseket el tudjuk fogadni, mint zárási formákat. Ezekben. Ugye a zsalutábla kérdés kőszeg esetében, sajnálatos módon ezt az utóbbi 6 évben vettem észre, hogy nagyon-nagyon sok zsalú eltűnt, illetve rengeteg helyi tulajdonos mesél arról, hogy a padlásokon nagyon sok zsalú van még, de folyamatosan dobálják ki. Ez a legnagyobb problémája a kőszegnek, sajnos, hogy a 60-70-80-as években a nagy műemlékfelújítások esetében alapvetően a budavári műemléki rendszer alapján történt a felújítás, azt jelenti, hogy mindenhol szinte csak kizárólag a külső üvegtáblás megoldásokat nézték, vagy hát azt helyezítették előnybe, és a zsalutáblás megoldásokat igazából nagyon kismértékben hagyták meg, vagy csak vakablakok esetében. Ez azt jelentette, hogy a legtöbb esetben fölkerültek a padlásra, illetve részben egyáltalán nem kerültek visszaépítésre. Emiatt kőszeg esetében sajnálatos módon egy kis hiány mutatkozik, annak ellenére, hogy ez valójában több mint 100 éve, ez a város esetében az év nagy részében az egyik dísze volt a városnak, hogy szinte majdnem minden ház zsalutáblás volt, vagy zsalugáttere rendelkezett. És akkor mennék tovább. Burkolatok, hát itt értem, mert burkolatokat ezt annyira nem leszetezném. Homlokzat. Homlokzatok esetében alapvetően egy dolgot szeretném mindenképpen tisztázni. Műemléképet esetén a jogszabály nem zárja ki a homlokzat szigetelését, viszont alapvetően érték alapján, védett érték megőrzés alapján kell, hogy eldöntse a hatóság szakértői vélemény alapján. Tehát értelemszerűen amely homlokzat esetében védett értéket képvisel a homlokzat, abban esetben azon semmilyen módon nem történhet külső szigetelés. Szigetelés ott történhet, ahol ilyen módon nincsen védett homlokzat, vagy olyan megoldást választanak, ami nem egyértelműen tönkreteszi az adott homlokzati felületet. Értelemszerűen ennek az a lehetősége, és van a környezetünkben már olyan épület, ami ilyen keramit és egyéb hőszigetelő vakolati rendszerekkel készült el, de külső megjelenését tekintve nem látszik az épületen, és művészettörténeti egyeztetés után ez elfogadható volt a hatóság részéről. Sajnos semmilyen műanyag szigetelés, polisztirol alapú szigetelés nem fogadható el, mi ezt nem tudjuk támogatni, csak kizárólag a természetes ilyen szempontból szigeteléseket, és azt is csak kizárólag arra a homlokzatra, ami ilyen módon nem védett érték. Ezt ugye meg kell érteni mindenkinek, ez korlátozza nagyban azt, hogy mit tehet meg egy műemléképület tulajdonosa. Aztán ugye gyorsan akkor kőszegre mennék rá, én alapvetően csak feltartam, hogy mit lehet tenni kőszeg esetében, és mi a hasznosítás egyik útja. Alapvetően a Nemzeti Várprogram ugye a Július Isvár esetében részt vettem annak idején az első ütemnek a felújítási munkáltaival, ami sajnálatos módon nem valami jól sikerült, emiatt nagyon sok feladatot hagyott az utókorra, emiatt a vár további felújítása igazából elkerülhetetlenné fog válni. Részben sok probléma van az épülettel, a tetőfedésével kapcsolatosan, illetve hát egy csomó egy probléma, illetve hát ami teljes mértékben kimaradt eddig a ilyen szempontból, az pedig a
történelmi belváros körüli várfa rendszer helyreállítás. Ami igazából sajátos módon teljes mértékben átúrva van szólítva, pedig a egyik legfontosabb kérdése ennek a városnak, illetve ennek a történelmi útjának a megőrzésének, illetve a műemléképének megőrzésének. Ugye kulturális központ igazából, most visszakönyörnék arra, hogy itt a Misztvetsz Ferenc professzor úrnak, a főigazgató úrnak a meghívása jöttem-e. Igazából most egy szempontból örülök, hogy ez a program rész így igazából szépen lassan megvalósul. Ahogy szoktuk mondani, ha ez sem lenne, akkor talán nem lenne semmi, de reméljük, hogy nem csak ez a program, hanem a Kraft program, hanem a tulajdonosok is majd így úgy amúgy bármilyen más úton, módon tudják ezeket a műemléket felújítani. Aztán, hát ugye ami nagyon fájó szempont, ilyen szempontból az a szegényháza a Meskó utcában, amit sajnálatos módon ingyenesen használba vett ugye a tulajdonostól a helyi közösség, viszont sajnálatos módon azóta se történt semmi. Ez egy nagyon-nagyon gyorsan tönkre menetel állapotában van. Nagyon fájó, valamit tenni kellene vele, voltak rá elképzelések, egyelőre engedély is van, sajnos nem valósult meg. A zsinagóga ilyen szempontból talán a Kraft programon keresztül megoldásra kerül. Sajnos még egy fájó pont a Kálvária kárpolna, illetve a hozzávezető környezetének a kérdése. Ez megint egy nagyon problémás dolog, sajnos nem használja a helyi közösség, innentől fogva az egyházi közösség sem, innentől fogva sajátos módon ez csak egy turisztikai fejlesztés keretében tudna megújulni, amire várunk igazából. A Szent Jakab templom részben a plébános úr tesz lépéseket, sajátos módon a templom összességében egy olyan pótolhatatlan értéke kőszegnek, ami azt is jelenti, hogy ott szinte mindenhez restaurátor kell, ami annyit jelent, hogy ennek a megvalósítása nagyon nagy pénzeket ölel fel, tehát értelemszerűen egy nagyon nagy összefogás kérdése, illetve hát támogatás kérdése. Az Őszüle templom pedig egy éppen folyamatban lévő megújítási folyamatnak a közben van. Reméljük, hogy minél gyorsabban rendbe teszik a tetőzetét, és aztán majd a homokzatát. Ugye ami másik kérdés az oktatási probléma, ugye itt a különböző házak, amiket ugye bevontak ebbe a kérdésbe, reméljük még ez bővülni fog, illetve hát az szükséges szálláshelyek és egyebek, igazából ezek folyamatosan így hangoztatva vannak a részéről. Ugye ami megint fájó pont az, hogy igazából teljes mértékben el vannak hanyagolva azok az épületek, akik bármilyen módon gyógyturisztikai fejlesztésre idomosak, illetve részben műemlék, részben nem műemlék épületekről van szó. Hát sajnálatos módon ezen is valamit változtatni kellene a városban. A lehetőség ott van, sok esetben szoktam mondani, hogy én minden nap iszok, ha ihatok a szénsavas kútból, de mellette nem látok semmit. Tehát én erre csak annyit tudok mondani, hogy ez egy szénsavas gyógyforrás, de senki nem akar gyógyulni azon kívül, aki ott iszik. Akkor bemutatnék egy-két épületet, amik a megújítás alapvetően példaértékű. Az egyik az Árpád tér 25, ezt az önkormányzat újította fel támogatásból. Szépen megújult, alapvetően az külsős grafitos díszítések, illetve a restaurátorok által helyre tájtva. Aztán egy grafitos ház, értelemszerűen ennél még több grafittóval, még több díszítéssel. Sok vitát kiváltó felújítással, de alapvetően a következő időszakra, illetve a következő évszázadnak szerintem megörökítette, illetve túl tovább örökítette ezt az értéket. Aztán van a szemzőház, sokan azt ugye művészetek háza néven hívják, itt is fontosságú kutatásnak, kutatás alatt jött elő Söpte Imre levéltáros részéről feltárva, hogy ki volt az építető, Szemző Sándor ügyvéd, és aztán előjött, hogy valójában kik építették, és mi volt az eredeti funkciója, egyebek, minden a család részéről is, hát és végülis egy nagyon szép szecessziós épület, ami részben a két burkolat révén maradt meg, illetve hát részben a kályhák pedig elbontásra kerültek, majd talán egyszer lesz rá lehetőség, hogy ezt is restaurátor felújítsa. Illetve hát a pince szintjét pedig hasznosították. A Zwinger az, mert a Zwinger az egy véderő, egy erődrendszer, vagy hát egy a városfali erődrendszernek a része, alapvetően átalakítása. Nagy átalakítás végül is nem történt az épületen belül, alapvetően a hőtechnikailag oldották meg azt, hogy a belső tereit hasznosítani lehessen, illetve a belső nyilázárokat helyeztek el ott, ahol nem volt korábban, hogy mégis a tereit lehessen hasznosítani,
ez is egy jó lehetőség annak, és hát egy látható, hogy mit lehet tenni egy épülettel. Aztán a Felsés és Csernepolta. A Csernepolta, vagy a Felsés és Polta alapvetően egy nagyon rossz állapotban lévő, mindvégig állami tulajdonban lévő, tehát ezt el kell mondanom, tehát mindvégig így ment tönkre, és állam volt a tulajdonosa. Úgyhogy ez egy nagyon rossz példája annak, hogy az állam mit csinál egy épülettel, ha hosszú időn keresztül nem csinál vele semmit. Szerencsére a Kraft program keretén belül ez is megújult, így az oktatás egyik bástyájával változtatott. Itt köszönöm ugye Kis Andrásnak a képeket, én nem tudtam ilyen szépeket fényképezni, úgyhogy ezt Kis András fényképezte, őtől vettem. A megújulása teljesen más és letisztultabb formáját mutatja az épületnek. Alapvetően egy nagyjából valamikori fénykorát idézi. Ibolyú kávézó, ez egy érdekes szituáció, itt alapvetően egy meglévő funkcióhoz csatlakozva akart újat építeni az építető. Itt alapvetően az volt a kérdés, hogy mit lehet és mit nem lehet. Egy meglévő fallal rendelkeztünk, ami látszik ezen a képen is. Volt egy meglévő fal, ami alapvetően szomszédot választotta el. Azon kívül igazából nem volt más, csak egy külső terasz, és ezt szerette volna valamilyen módon hasznosítani. Sajnos módon itt is, mint minden esetben el kell mondunk, ami újonnan van építve, alapvetően nem konkurálhat alapvetően a műemlék értékkel, tehát nem lehet olyan, mint egy műemlék érték, és nem is az használatot kell alkalmazni. Ebben az esetben egy teljesen eltérő, viszonylag könnyed épületszerkezeti megoldás történt. Amire szintén büszkék vagyunk, ez a Nepomuki Szent János kápolna, ez is egy az önkormányzati értékmentő része volt ennek a megújítása is. Hát ilyeneket kellene, akkor amikor ez megújult, akkor is azt kérdeztem a helyi önkormányzat vezetésétől, hogy melyik lesz a következő. Mert gyönyörű, nagyon szép, csak a következő is kellene, és hát aztán egyéb és más forrásokból, magánadományozásokból egy-két kápolna még megújult a városban a temető környéken. Hát sajnos nem ilyen minőségben, de alapvetően a szándék az mindenképpen üdvözölendő. Aztán ugye az elővár, ami ugye megújult, szándékosan nem a váratotom, mert a várral nem vagyunk megelégedve, alapvetően az egész műemléki szakma nincs megelégedve a várfelújítással, sajnos módon az nem lett jó, mondjuk így. Emiatt az elővár az viszonylagosan egy letisztultabb forma, nem változtatott igazából a felújítás az épületnek az összképén, csak ezt egy kicsit letisztultabb formában mutatta be. Ez viszonylagosan azt mondhatjuk, hogy a korábbi elővár és az elővárosnak a másik meglévő épületszárnyához nagyjából igazodik. Aztán, hogy mit kezdjünk vele? Ugye ezek az épületek azok, amik minden nap szembe jönnek velünk az utcán. Ezek azok az épületek, amik mindenképpen valami megoldást igényelnének, és kellene, hogy megoldást mutassanak. Sajnálatos módon tulajdonosváltásoktól és mindentől eltekintve előrépés egyelőre nem látszik az épületekbe. Szintén tudnám mutatni hasonló módon, egyik az a magyar államtulajdona, ez a Bordó épület, tehát ezt is mutatnám, hogy szintén egy hasonló, mint a Fecses is Palota, hogy hosszú időn keresztül igazából az állam nem törődik a saját ingatlanja, a másik pedig egy magántulajdonban lévő, folyamatosan tönkremenő épület, ami szintén gyönyörűség, tehát annak a Gyönyörűs utcának egyik éke. Sajnálatos módon az egész Gyönyörűs utca egy kicsit mostanában van kezelve, a közlekedési rendszerek problémátikája miatt Kőszegvárosa nem tudja lezárni az utcát, pedig önmagában az egész utca tele van értékekkel. Sajnálatos módon erre nincsen lehetőség, úgyhogy ezek az épületek úgy, ahogy van, mennek tönkre, hasznosítása pedig nagyon nehézkes ezen ok miatt. És akkor befejezném, és köszönöm megtisztelő türelmüket, és hát hogyha valaki esetleg bármilyen módon bármi kérdése lenne, akkor ezen az elérhetőségen elérhet engemet. Két hetente vagyok szerdánként Kőszegen, de természetesen telefonon egyeztetni kell velem időpontot, ugyanis hát folyamatosan megyek egyik ingatlanról a másikra, meg egyik építetőtől a másikig. És akkor elnézést, köszönöm szépen.